Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy a megyeházán Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke, illetve Tesseli Zoltán, miniszterelnöki biztos országgyűlési képviselő köszöntette, és emléklappal ajándékozta meg Hajas Norbert parasportolót, aki ismét fantasztikus sikereket ért el a legutóbbi világbajnokságon. És én arra figyeltem fel, hogy talán tovább kéne ezt adni, hiszen ő példa és példakép számunkra. Úgyhogy életének történetét, illetve az eredményeihez vezető utat fogjuk ma megbeszélni, vendégem pedig Hajas Norbert. Szervusz, örülök, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Nos, én azt gondolom, hogy fantasztikus sikereket értél el. Ez nem csak a klubodnak, magadnak, a családodnak, a sportkedvelőknek, hanem hazánknak is nagyon-nagyon fontos. És ezt az utat kell, hogy végigjárjuk mi együtt. Ugye tudjuk, hogy 49 esztendeje születtél Kápolnásnyéken. Székesfehérváron. Illetve Székesfehérváron, és Kápolnásnyéken jártál iskolába, de te pettendi vagy, ugye ezt megerősíthetjük. Ezt az utat járjuk végig. Gyermekkorodban miként foglalkoztál sporttal? Hát akkor a futballal, mint minden gyerek abban az időben, jártam ott a helyi iskolánál, fociztunk, és akkor jöttem egyszer ide Székesfehérvárra a Videotonhoz, tehetségkutatóra. És akkor úgy kezdődött igazából a sporttal való kapcsolatom. Ugye azt tudjuk, hogy két testvéred van. Igen, van egy húgom és egy öcsém. Hogy választottál magadnak hivatást, illetve munkát, iskolát, hiszen autószerelőként végeztél? Igen, hát dolgoztam igazából minden mást is, külföldön is, de igazából a szerelés, meg ilyen javítási munkák, azokat nagyon szerettem régebben is. Ugye, ahogy mondtad, dolgoztál, én olvasom itt, hogy voltál Németországban szobafestő, aztán jött Svédország. Svédországban voltam szobafestő. Vagy Svédországban? Igen, igen, Németországban egy fuvarozó cégnél voltam sofőr. Aztán utána hivatásos jogosítványt szereztél, értelemszerűen akkor tovább folyt ez a munka. Mennyire volt különleges akkoriban ez még? Egyáltalán emellett, mert azért ez egy komoly munka, és nyilvánvaló, hogy sok időt vesz igénybe. Hát igen. Tudtál-e sportolni közben? Hát tudtam úgy, hogy volt, hogy vittem magammal, a kamionban volt egykezes súlyzók, és akkor a kamion mellett így parkolóba is, meg ahol lehetett, elmentem futni. Igazából ilyen parkokban, Németországban, pihenőknél, vagy teljesen bármelyik országból voltam. Igazából így. 2006. júniusáról kell, hogy beszéljünk a velencei balesetedről, hiszen ez meghatározta a későbbi életedet. Ez 15 esztendeje történt, másfél évtizede, és azt gondolom, hogy ez szörnyű. Meg kell idézzük azért, mert hogy az az út, amit te bejártál, példa mindenképpen arra, és bármennyire is szörnyűséges visszatekinteni erre, ez azért fontos. Beszéljünk arról a napról, ahol egy autót előztél. Hát igazából úgy volt, hogy elmentem a kamionnal megrakodni, leraktam a unokatestvérem telephelyén a autót, rakottan, és akkor mentem Velencére a egyik kávézóba elszámolni, akinek dolgoztam aznap, és elszámoltam vele, ittam egy üdítőt, mondtam, hogy megyek haza, mert hajnalban mennem kell tovább, és akkor a velencei állomástól, hogy jöttem a kápolnási felüljáró fele, ott elindult, láttam jóval előttem egy autó, és akkor utolértem, elkezdtem előzni, és igazából az volt akkor, hogy oldalról nekem jött. Elakadt a kormány a tükrömbe, és igazából pár másodperc volt, amit tudtam csinálni, hogy nem motorral az oszlopnak, hanem eldobtam a motort. És mi történt utána? Nekicsúsztam az oszlopnak, én is ugyanúgy. Ott eltört a lábam, és becsúsztam egy ilyen füves részbe, a sötétbe, igazából az este 10 órakor volt, 10 óra körül, és akkor ott van a tábor, a kápolnásnyéki tábor igazából, az iskolás tábor, és kint ültek, hát most nem is tudom, szülők voltak, vagy nem tudom, akik igazából elkezdtek keresni ott a fűbe, becsúsztam a sötétbe. És akkor kérdezték tőlem, merre vagyok, mert mondtam itt, de nem láttak, és akkor utána megálltak autók, és akkor lámpával megtaláltak.
A következő pillanat nyilván már a kórházban történt. Nem, eszméletemnél voltam végig. Eszméletednél voltál? Végig igazából, és annyi, hogy szomjas voltam. Vizet kértem, de vizet nem adhattak, mivel nyílt törésem volt, és nem adhattak. De számtalan törés szenvedtél. Hát igen. Kiderült, tehát az a comnyaktörés, bokatörés, az összes többi. Csukló, medence, borda, bal oldalt. Jött az a kórházas időszak, ami azt hiszem, hogy senkinek nem kívánhatjuk. Hogy sikerültek a műtétek, hiszen számtalan műtét várt rád. Mikor derült ki, hogy a vártnál súlyosabb ez a sérülés? Hát 10 napig altattak, mesterséges kómában voltam, és hát édesanyámat kérdezték, hogy mi legyen. Olyan altatásban voltam, és akkor, hogy mesélte, a 3. vagy 4. nap volt, hogy nem tudják megmenteni a lábamat. Mikor tudatosult ez benned? Hát az altatás után, ahogy felébresztettek a 10., 11. napon, hogy elvesztettem, nincs meg a lábam. Ez egy óriási krízis helyzet. Egyrészt fel kell épülni, hiszen tudjuk, hogy még fiatal voltál, előtted az életed másik Igen. fele nyilvánvaló. De hogyan lehet ezt feldolgozni? Hát ezt... Az első időszak nyilván nagyon-nagyon nehéz volt. Hát ez úgy volt, hogy a barátaim meg a ismerősim tényleg nem hagytak magamra, mert itt voltam Székesfehérváron kórház, minél átkerültem 11. vagy 12. napon a balesetintézetbe Budapestre, és jöttek hozzám minden nap. Hoztak nekem tényleg mindent, mert nyáron volt, nagyon meleg volt, kaptam ventilátor, tévét, DVD-t, filmek, mindent hoztak be. Hoztak ebédet, üdít, tényleg mindent. A kórházi időszak alatt azért sikerült úgy megerősödnöd lelkileg és fizikailag, hogy... Hát fejbe igazából túl tudtam magam tenni ezen a dolgon, hogy elvesztettem a lábam. Én ott mondtam, mindenki mondta, hogy hát, mert mondtam, hogy fogok újra motorozni. Motoroztam is így, mert nem hitték el. És akkor mondtam, hogy fel fogok ebből állni. Így is történt, hála hát Istennek, így. Ebben nagyon sokat segített nyilván a családod, a barátaid Igen. és a kedvesed, a lelked jobbik fele. Azért Igen. ez nagyon-nagyon fontos volt. Hát, ez a legfontosabb volt, szerintem, akkor, hogy támogatott mindenki. És nem sokkal tettem. Ezután megszületett a közös gyermeketek. Igen, két évre rá. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon fontos érzés volt. Mikor kezdtél el újra motorozni? Hát a baleset után, mert 2006 júniusában volt, 2009. Tehát az a baj, újra kellett tanulnom járni, mert egy 6 vagy 7 hónaptól lókocsi volt, járókeret, és újra kellett tanulnom járni, mivel széttört a bal bokám is. És a szövődményektől nem kellett tartani, vagy azért a műtétek azok rendben lezajlottak? Rendben lezajlottak a műtétek, azon nem volt semmi gond. És hogy jött az erőemelés? Hiszen ez egy olyan különleges sport, nagyon is jól tudjuk, hogy szűk réteg csinálja komolyan. Mert azért tudjuk, hát hogy a különböző klubokban, edzőtermekben telt háza mindig. Hát ez úgy jött, mert előtte én csak edzőterembe jártam magamnak. Előtte is edzettem, és akkor a baleset után meghívott az egyik ismerősem egy ilyen amatőr verseny, fekvenyomó versenyre, Pusztaszabolcsra. És igazából utána kezdtem el. Tehát kiderült, hogy erős vagy fizikailag, Igen. de ugye azért ez tanulható, tehát meg kell tanulni, hogy legyen folyamatosan felépítve egy ilyen jellegű karrier. Ki volt a mestered? Ki az, aki segített? Hát az elején nem segített, megmondom őszintén, senki magamtól. Meg hát barátaim segítettek persze, a terembe pakolták nekem a súlyokat, meg leszették, segítették beadni a súlyt. Igazából ők segítettek először. Ugye kiderült, hogy fizikálisan tökéletes állapotban vagy. Igen. És ez gyorsan. És azt, mert ehhez azért kell nem csak szorgalom, de kell hozzá némi tehetség, a monotonitást is tűrni kell. Ezt hogy sikerült megoldanod? Ugye jöttek az eredmények egyre jobban? Hát először az amatőr versenyen indultam. Most azt nem tudom, hogy Biatorbágyon vagy Pusztaszabolcson, nem emlékszem pontosan. És ott a mínusz 75 kilós súlycsoportban első helyet értem el. És akkor utána kedvet kaptam, így hogy versenyre, és akkor ott megismertem Óbudáról erőemelőket, meg
nem is tudom, itt több vidékről volt sok versenyző, és akkor ők mondták, hogy miért nem megyek versenyre. És akkor kérdezgettem tőlük, hogy működik, miként, hogy kell kvalifikálni, ilyesmi. És akkor segítettek így. És akkor 2015 novemberében volt az első ilyen világkupás versenyem. Az itt volt Magyarországon, és nem is tudom, Füzes gyarmaton volt, és második helyet sikerült elérnem. Tehát az már egy nagyon jó eredmény volt. Igen. Mennyit segített az, hogy nyilván ott már voltak edzők is az Óbudai, és vannak az egyesületben? Egy segítség volt akkor még, egyelőre még akkor nem volt így edzőm. Még akkor úgy, hogy magamtól megnéztem pár videót, ilyen erőemelős versenyekről, meg akkor kértem egy pár tanácsot, hogy mit, hogyan, miképp, és akkor így alakult tovább. Mennyit kell edzened? Illetve hogyan lehet felkészülni egy versenyre? Világversenyek során vettél részt, majd ide odaérünk, akkor elmondjuk, és ráadásul eredményesen. Tehát egyik oldalról nagyon kell figyelni nyilván az étkezésre. Hát a súlycsoport miatt, hogy súlycsoportban nem maradjon az ember, mert akkor, ha nincs a 75 kg, akkor feljebb ugrik egyen 82-be, vagy 67-be egy lejjebb. Ott már mások a feltételek nyilván. Hát igazából a rekordokat kell nézni. Igen, hogy kinek mennyi volt ott a rekord, és úgy kell. Tehát ez az első verseny, és ez a dobogó, a második hely, az nyilván áttörést jelentett akkor is, hát, abban a pillanatban. Igen, igen. És mennyit, mikor gondoltál először arra, hogy tulajdonképpen végtelen a tárháza a te lehetőségeidnek? Hát a következő évben, mert akkor volt Németországban egy világbajnokság, és azon indultam már. Úgyhogy kvalifikáltam magam, és akkor azon indultam már. Az volt az első világbajnokságon. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az egyesület nyilvánvalóan nem rendelkezik pénzre. Tehát annyi pénzzel, hogy a klub tudja finanszírozni az utazásaidat. Hogy sikerült pénzt teremteni? Nyilvánvaló, hogy ilyenkor szüksége van jó lelkű támogatókra és szponzorokra egyaránt. Hát így, hogy barátaim, a vállalkozók, például Bukovics Krisztián vállalkozó, Kápolnásnyéken én kerestem meg a Via benzinkutat, és akkor a tulajdonossal beszéltem, és akkor ők azóta folyamatosan 2016 óta támogatnak, akkor ilyen falatozók támogatnak, magánszemélyek, Farkas Károly, a helyi Fidesz elnöke, ő 8 éve ismerem, és ő támogat mindenben, baptista szeretetszolgálat támogatott, úgyhogy elég sokan így. Mire kell leginkább ügyelned? Azt tudjuk, hogy tényleg mennyit edzel egy héten, egy nap? Hát 3-4 alkalmat edzek. Ha versenyre készülök, akkor meg úgyhogy heti 2 fekvenyomásom van, akkor, és akkor a többit megelosztom. Ez az kell, hogy technikailag is rendben legyél, ebben segít valaki? Hiszen itt nem csak az erő számít, hanem a technika is. Igen, van az egyesület, a Miskolc Bench Press Stream, ahol le vagyok igazolva, és ott a vezetője, Ola Ákos, igazából segít mindenbe. Vagy telefonon, vagy elmegyek Miskolcra, és akkor, mert igazából vannak itt is technikák, hogy hogyan a nyomás kell. Beszéljünk egy kicsit a szabályrendszerről. Mi azt úgy gondoljuk, amikor látunk néha a televízióban erőemelő versenyt, hogy oda megy valaki, fekve, nyomás, stb. De ez nyilvánvaló, sokkal bonyolultabb. Hát ez úgy működik, hogy egy perc van egy versenyzőnek a versenynek az elindítására, és akkor bemondják a versenyző nevét, akkor színpadra megy, mondják, hogy idő, és akkor lehet a fekpadra lefeküdni, és akkor a segítő van, aki beadhatja a súlyt. Ő neki, ahogy beadta a súlyt, félre kell menni onnét egyből, és akkor van 3 bíró, a főbíró az a mögöttem ül, és ő mondja a vezényszavakat, és akkor mondja, hogy start, akkor engedhetem le, akkor leengedem, akkor mondja press, akkor nyomhatom, és a rakra meg ki. Tehát akkor rakhatom le. Itt nyomásról van szó. Igen, igen, igen. Ugye a súlyemelésben már nincs ez a lág. Hát már ott nincs. Már nincs, mert csak lökés és szakítás, igen, igen. Tudjuk. Itt megvannak a vezényszavak. Egy kicsit térjünk vissza a családhoz. Ugye nyilván edzened kell, de a szürke hétköznapokon tudjuk, hogy már megszületett a kislányod régen. Igen. Tehát úgy
hogy telnek a mindennapjaid? Hát most, mivel nincs iskola, a lányom otthon tanul, én napközben dolgozom, és akkor napközben valamikor akkor szakítok időt rá, vagy délután 4-5 óra fele, vagy valamikor később, és akkor úgy jövök el edzeni. Ide járok Székesfehérvárra edzeni. Tehát beszéltünk arról az első ezüstéremről, utána jöttek a fantasztikus sikerek, felsorolhatatlan, de mi azért megpróbáljuk. Tehát kezdjük azzal az első világbajnoksággal. 2016. október. Ami már fantasztikus sikereket hozott. Igen, ott első helyet értem el, és világcsúccsal nyertem a versenyt. Mit jelent a sporták számára, amikor összejöttek, ugye ez egy zárt közeg, azt tudjuk. Igen. Tehát nyilvánvalóan mindenki ismer mindenkit. Mindenki, itt már környező országokban, meg messzebb is. Milyen ünneplés, illetve elismerés kísér egy ilyen sikert? Hát a nyomás után, amikor lejövök a színpadról, akkor a bemelegítő helységben, mert oda megyek vissza a következő nyomásra, ott van a többi versenyző, és gratulál mindenki. Európa-bajnokságokról beszéljünk. Jószerűen mindenhova sikerült eljutnod, igen. De nyilván az utazás is nagyon sok pénzbe kerül. A felkészülés nem különben. Hiszen igen. Az étkezésedre is figyelni kell, ugye erről már esett szó. Hogy sikerül ezt megoldani? Hát utazásokat így, hogy barátom, magánvállalkozó, ő szokott szállítani busszal, úgyhogy ő támogat anyagilag is, igazából. És akkor a Kápolnásnyéki Avia benzinkúton meg itt meg szoktunk tankolni, igazából visszafele meg összeszoktuk, ha többen megyünk, úgyhogy több ismerősöm is jön, aki versenyző, akkor összeszoktuk adni így az üzemanyagpénzt. Az elmúlt időszakban bejártad jószerűen egész Európát, hiszen volt verseny Szlovákiában, Németországban, nem sorolom, Horvátországban. Sok mennyire népszerű az erőemelés manapság annak tükrében, hogy ugye arról már esett szó, hogy az edzőtermek dugig vannak Magyarországon is. Igen. Hát nem olyan régóta, egy pár éve kapták fel szerintem a erőemelést, mert eddig annyira nem figyeltek fel így rá Magyarországon. A környező országokban ott régebb volt, és jobban is támogatják az erőemelő sportot. Nyilvánvaló. Amikor ugye az alap az volt, hogy Tesseli Zoltán elment egy versenyre, ugye jól tudom. Vagy meglátogatott téged, tehát és a képviselő úr vetette fel, hogy a megye is segítsen abban, hiszen ezt mondom, sajnos ki kell, hogy mondjuk, ez pénzbe kerül az utazás, igen. És nem is kevésbe. Hát igen, mert utolsó verseny is, ahol voltunk, most úgy számoljuk, ilyen 2000 kilométer oda-vissza az út, akkor szállás, az étkezés, a nevezési díj, úgyhogy elég költséges. Ha arányosítunk, akkor nyilvánvaló, hogy sikeres vagy és eredményes. Amikor elkezdted, akkor gondoltad volna, hogy ilyen lesz az utad? Hát nem gondoltam. Az első világbajnokság után nagyon nagy kedvet kaptam, meg erőt, és akkor összeszedtem magam. És nem gondoltam volna, hogy igazából minden évben egy világbajnokság vagy Európa-bajnokságot nyertem. Mennyire motiválnak a csúcsok? Hiszen a világcsúcs, azt hiszem, világcsúccsal nyerni világbajnokságot, vagy Európa-bajnokságot éppenséggel, mint most az, és ráadásul minden versenyszámban, az én azt mondom, hogy az annál nincs feljebb. Hát igen, most úgy volt az utolsó, egy hónapja voltunk Lengyelországban, hogy itt egy súlycsoporttal lejjebb fogyasztottam. Nem a 75 kilóba indultam, hanem a 67,5 kilóba indultam. És ott is sikerült két Európa csúccsal igazából első helyet szereznem. Ez egy nagyszerű siker természetesen. Kicsit kell, hogy beszéljünk a hogyan továbbról. Ugye arról beszéltünk, hogy a következő évben lesz az 50. születésnapod. Igen. Mire készülsz? Hát nem tudom, most az a tervem ebben az évben még, hogy szeretnék úgy megnyerni még két versenyt, hogy most a 67,5 kilóba indultam, most a saját súlyomba szeretnék a következő versenyen, 75 kilóba, és a harmadikon meg a 82 félbe. Úgyhogy mind a két versenyt, a következőt megnyerni ugyanúgy. Ugye rövidesen itt az olimpia, igen. Amiről az imént mondtad, hogy sajnos nem sikerül indulnod. Hát sajnos ma idei olimpiáról
lecsúsztam, mivel a szövetségi kapitány tragikusan elhunyt, és elnökválasztás volt, és most nem sikerül beférnem ebbe a idejébe, mert most kellett volna mennem Grúziába, és már nem tudtam nevezni oda, meg bejutni egyáltalán, kvalifikálni magam a tokiói olimpiára. Norbert, mi nyilvánvaló, hogy a következő olimpiára azért készülsz. Igen. Mert ezt ugye tudjuk most már, hogy ez nem kortól függ nem, számodra. Nem. Mi motivál a mindennapokban? Hiszen tudjuk, hogy a verseny az ünnep, ráadásul egy olyan sikeres versenyzőnek, mint igen, te magad vagy, még inkább. Hát mindig a következő versenyekre való felkészülés, meg hogy dobogóra állni mindig. Mindig az motivál, meg úgy is megyek minden versenyre, hogy én nyerni megyek minden versenyre. Hogy áll most a klub? A klubod? Hát most szeretnénk, mert pályáztunk egy kis buszvásárlásra. Hát reménykedem, hogy sikerülni fog. Egyébként megbecsülik az erőemelést Magyarországon? Miként látod? Most már igen, most már szerintem igen. Hiszen járod a világot. Tehát kicsit hasonló, mint azért látjuk, hogy vannak azért csúcskategóriás versenyek mindenütt, körszerte a határainkon túl is. De igen, itthon mi a helyzet? Van elég verseny, és van elég versenyző? Hát Magyarországon azt mondom, hogy szoktak lenni ilyen klubok indítanak. Például, nem is tudom, hol volt, Kiskunhalason, talán most utoljára, de ilyen klub szinten. Itt nálunk nagyjából a magyar bajnokság idén lesz a DVTK-ba, Miskolcon, egy világbajnokság. Reméljük, meg lesz tartva. Tehát mert Magyarország négy évente, azt hiszem úgy van, hogy négy évente tudunk rendezni egy világbajnokságot. Hogy tudod csúcsra járatni magad ilyenkor? Más a felkészülés, mást igényel, mint a hétköznapokon, amikor tudod, hogy csak néhány hónap múlva lesz verseny, vagy hát éppenséggel egy verseny után vagy? Igen, akkor magyarul ugye az off-szezonban, akkor ugyanúgy edzek, csak akkor kis súlyom, és nem annyit. Amikor versenyre felkészülés van, akkor meg a nagy súlyozás, mert azért van a heti két fekvőnyomó edzésem is. Tehát a csúcs közeli állapotba kell, hogy hát kerülj. Akkor igen, majd most május elején kezdök el, mert lesz, most nem tudom, egy másik szervezetnek is lesz Európa-bajnoksága, meg lesz a V4 kupa a Csehországba. Nem tudom, hogy melyik lesz valószínű, hogy a V4 kupa lesz megtartva. Megérzed azt, hogy topon vagy? Vagy egyáltalán vannak hullámvölgyeid? Érzem, év végére azért kiszoktam úgy merülni. Azt érzem, de így évközben azt kell mondjam, akkor úgy, hát csúcson tavaly évben, abban voltam szinte egész így, nem azt mondom végig, de így áprilistól. Tehát koronavírus járvány, ide legyőzted a koronavírus járványt is. Nem voltam beteg, hál' Isten. Hála Istennek, jó, és a család sem. Senki. No, mit kívánjunk neked? Én azt gondolom, hogy először is, amikor láttuk azt az elhivatottságot, elkötelezettséget, nem véletlenül fogalmaztunk úgy, hogy példa vagy és példakép mindenképpen, hiszen egészen mélyről kellett visszajönnöd, és a családoddal együtt én azt hiszem, hogy boldog ember vagy. Boldog ember vagy? Mit kívánjunk? Igen, azt kell mondjam, boldog, igen. Jó. Hogy elismertek így, hát az országban is, meg a környező országokban is. No, hát akkor én azt kívánom, hogy folytatódjék ez a sikersorozat, és ehhez kívánok neked erőt, egészséget. Az erő az rendben van, a koronavírus járványt elkerültett, tehát az egészség is, úgyhogy nagy baj nem lehet. A gyermekednek nőjön a gyermeked, és legyen rád büszke az egész családoddal együtt. Büszkék. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégünk pedig Hajas Norbert volt, a mi megyénk fantasztikus erőemelő bajnoka. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!